Várok a liftre, amikor mögöttem ismerős lihegés hallik. Egy darabig vártam, hát ha abba marad, de csak nem akart szűnni a bántó hangeffektus. Hátrafordultam. Hájas képű, alacsony emberke áldogál mögöttem, arcán kaján vigyor. Izzadt ujjai közt holmi szennylap fejrésze zsírosodott. Talán egy életis irodalom is lehetett az. A házmesterünk volt. Jó, hogy látom, szerkesztő úr, gurgulázdak szemei, elharagudjon, hogy szóvá teszem, de súlyos tévedésbe tetszett esni múltkori írásában. Felvontam a szemöldököm. Mit akar ez a fickó? Hogy mer megszólítani? Azt írja a cikkében, folytatta kélyes élvezettel, miközben a szennylap lassan áttetszővé vált izzadt ujjaitól, hogy Petri György is részt vett a liberális összejövetelen ott a Gödör klubban. A gond csak az, tisztelt szerkesztő úr, hogy Petri György már 3 éve elhalálozott. Ez mit szól a szerkesztő úr? Eltűnődtem. Lám csak itt van ez a marha, aki pallagi meg acél zsíros képén át szívja magába a kultúrát, így aztán minden felesleges marhaságot tud. Nézek rá gőgösen, némand kis percember, az adatok, számok és kimutatások bűvkörében él. Mit él? Tengeti napjait. Tipikus modern ember. Minden bizonnyal a véglényi létforma olyan szintjein vegetál, hogy elhiszi, még az emberek egyenlőségéről, meg a humanizmusról szóló vágyó meséket is. Úgy értettem, a szelleme vetettem oda. Az volt ott. Petri szelleme belengte a Gödör klubot. Azt hittem, ez egyértelmű. Egy cikkben mindig az összefüggéseket kell nézni. Oktattam fensőbbséggel. Nem a felszínes dolgokat. Az a ving, az ember tényleg meghalt volna? Töprengtem ez alatt. A fene se tudta, nekem nem mondták. Persze én köszönő viszonyban sem vagyok ezzel a selejtes korral, annak söpredékével, korcs ideáival. Meghalt volna a fickó? Na mindegy, nem kár érte. A házmester meg eközben ott állt mellettem tovább, matatta kezével, érzem, próbál új fogást találni. Szája már szóra nyílna, de megelőzöm. Remélem figyelt arra, amit mondtam, mert nem ismétlem meg. De ha megbocsát, most dolgom van. Ostoba, jegyeztem még meg, és ott hagytam ő kezében az késsel. Hát igen.